Idén 19. alkalommal szervezték meg a nemzetközi betlehemes találkozót a Gencsapáti templomban. A jelenlévőket Bodorkós Ferenc polgármester köszöntötte, majd következtek az előadások. Mindkéten még élnek a hagyományok, élnek, mert élnek. Generációk adják át egymásnak, mint ahogy azt most is láthatják. Ezúttal 14 hagyományőrző csoport hirdette az örömhírt Jézus születéséről, hogy szebb legyen az ünnepvárás. A vitnyédiek a bölcsöcske szokását éltetik. Az országban egyedül ebben a Győr-Moson-Sopron megyei községben létezik ez a hagyomány még ma is. Vitnyéd egy kivételes helyzetben van, úgyhogy mert ott leginkább a bölcsőcske szokása az, ami fent maradt. Ebben a lányok járják a települést egy bölcsővel, benne fekszik a kis Jézus, illetve ugye a Szent József még van egyedül fiúként a népszokásban, és ezzel készülünk minden évben. Ezt most már kiegészítjük a vitnyédi betlehemessel is, de a bölcsőcske az, ami Vitnyédet ország szinten is híressé tette, úgymond. A vitnyédiek pásztorjátékkal is készültek az alkalomra. Minden évben szívesen jönnek, szinte várják a meghívást. Ez a találkozó a karácsonyvárás egyik legszebb része számukra. Én is viszek egy kis gyenge báránykát, úgy köszöntsük Szűz Mária szent fiát. A házigazda Gencsapáti hagyományőrző néptánc együttes mellett a Vasi Népdal stúdió tagjai, a holládi bábtáncoltatók, a györgyfalviak Erdélyből, körmendiek, soproniak, szanyiak és két felvidéki csoport mutatkozott be. A jó hangulatú találkozót évről évre a baráti kapcsolatok éltetik. Ez egy kárpát-medencei magyar-magyar találkozó igazán, hiszen határon belülről és kívülről is érkeztek betlehemes hagyományőrző csoportok, és ezt már 19 esztendeje teszik, hogy bemutassák az ő saját vidékükön megmaradt, talán a karácsonyi ünnepkör egyik legszebb dramatikus szokását, hogy mindnyájan együtt örülhessünk. A templom előtt a Miszori Zoltán téren forralt borral, teával, süteménnyel várták az érdeklődőket, majd kihirdették a karácsonyi rajz- és jelképkészítő verseny eredményeit.